hát indul a mesterséges intelligencia akcióterv, az a lényeg, hogy nem kell félni, hanem használni kell. Solymár Károly Balázs, az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár, vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, egyáltalán mi tartozik a mesterséges intelligencia fogalom körébe? Nagyon egyszerűen meg akarjuk fogalmazni, mi is az a mesterséges intelligencia, akkor azt mondhatjuk, hogy az emberi intelligencia, az emberi gondolkodás bizonyos jellemzőit, mint a döntéshozatal, tanulás, ezeket próbáljuk a gépekben szimulálni, tehát hasonlóvá tenni. Hát praktikusan úgy kell elképzelni, hogyha valaki kérdéseket tenne föl egy gépnek, illetve egy embernek, hogy nem tudná megkülönböztetni, hogy azt a választ, azt a gép tette, tehát praktikusan az emberhez hasonló válasz születne. Ez az egyik legegyszerűbb teszt a mesterséges intelligencia. Ennél ez jóval összetettebb, de ezt szokták példaként fölhozni nagyon gyakran. Ugye ennek az egész kampánynak az a célja, hogy ne féljenek tőle az emberek. Ki fél tőle, vagy kinek van oka tartani tőle? Azt gondolom, hogy minden ismeretlentől tart egy kicsit az ember. Legyen szó új generációs hálózatokról, legyen szó mesterséges intelligenciáról, nem tudjuk, hogy ez pontosan micsoda. Látjuk a tudományos fantasztikus filmeket, olvassuk a könyveket, és akkor azzal azonosítjuk. És nem arra gondolunk, hogy a hétköznapjainkban már most használjuk a mesterséges intelligenciát. Arra, hogy amikor a telefonunkat kinyitjuk és felismeri az arcunkat, akkor ez dolgozik. Amikor egy fordítóprogramot használunk, amikor egy karakterfelismerőt felismeri, hogy ez egy A betű, ami le van írva, ilyen egyszerű dolgokban mesterséges intelligencia nap mint nap dolgozik. Nekünk azt kell megmutatni az embereknek, hogy ez a hétköznapokban már most alkalmazott technológia, ami egyre gyakrabban és egyre több területen meg fog jelenni, ez a mesterséges intelligencia. Ismerjük meg mélységében, és akkor nem fogunk tőle félni, mert amit megismerünk, attól kevésbé tartunk. Jó, de azért hát van oka félni való, van oka félelemre mondjuk a kamionsofőröknek, hiszen ezek az önvezető autók az ő munkájukat veszélyeztetik, vagy mondjuk a tolmácsoknak ezekkel a fordító programokkal, nem? A mesterséges intelligencia szinte minden munkakörben megjelenik. Még ahol legkevésbé lesz jelen a jövőben, tehát a legkevésbé marad meg az emberi munkaerő, ez például a tanárok, vagy a szociális munkások, vagy a pszichológusoknak a munkája, de már egy jogász, egy kamionsofőr, amit ön említett, vagy egy gyári munkás, munkakörét alapvetően alakítja át. Bizonyos automatizálható feladatokat átvesz tőle a gép, ugyanakkor nem szüntet meg munkahelyeket, hanem átalakul. Másfajta munkákra lesz szükség. Arra lesz szükség, hogy azt a feladatot, amit a gép csinál, azt tudjuk kontrollálni. Tudjuk programozni, tehát az általános munkakörökben egyre inkább fontos lesz a programozás például. Digitális kompetenciára mindenkinek szüksége lesz. Ez az egyik fő üzenete egyébként ennek a kampánynak. De azt gondolom, hogy azért aki tart tőle, az attól tart elsősorban, hogy a cégek költségcsökkentésre fogják ezt használni, hogy el lehessen bocsátani embereket, mondjuk majd könyvelni lehet egy ilyen programmal. Van ilyen veszély? Alapvetően nem erről szól a mesterséges intelligencia. Egyrészt gondoljunk arra, hogy azért munkaerő óriási munkaerőkereslet van, tehát adott esetben ezt részben kezelni tudja. Ez nagyon fontos dolog. Másrészt termelékenység növekedésre szolgál a mesterséges intelligencia. Nem arról van szó, hogy embereket bocsátunk el, hanem arról van szó, újfajta munkaköröket hozunk létre, sokkal okosabban tudunk termelni, versenyképesebbek tudunk lenni, mert innoválunk. Tehát alapvetően az innováció van a középpontban, és nem arról van szó, hogy itt álláshelyek szűnnének meg. Hogyan lehet ezeket a félelmeket a legegyszerűbben eloszlatni? Az akcióterv egyik legfontosabb intézkedése az, hogy a lakosság 1%-a, legalább itt 100 000 emberről beszélünk, ez sen át, bocsánat a kifejezésért, egy alapvető általános kurzuson, egy online elvégezhető tananyagot kapjon meg, szerezzen egy tanúsítványt ebből, tehát az alapfogalmakkal ismerkedjen meg Magyarországon legalább 100 000 ember. És van egy másik vállalásunk, hogy 1 millió ember pedig alapvető benyomást szerezzen arról, hogy mi is az a mesterséges intelligencia. Nyilván képanyagokkal, videókkal, rendezvényekkel érjünk el 1 millió embert. Tehát alapvetően arról szól, és ez az egyik legfontosabb eleme ennek az akciótervnek, hogy ismertessük meg, hozzuk közel Magyarország lakosságához a mesterséges intelligenciát, hiszen mindenkinek a munkáját, mindenkinek az életét érinteni fogja. Ez a 100 000 ember teljesen random? Nyugdíjastól újszülöttig? Kik a fókuszcsoport? Mi azt gondoljuk, hogy alapvetően arra kell lőni, hogy ki az, aki a munkájában használni fogja. Tehát
iskolásokra mindenképpen, hiszen amikor ők elvégzik majd az iskolát, akkor ők már nekik ez lesz a valóság, ezzel fognak szembesülni. De az aktív munkaképes lakosságot is mindenképpen célozzuk, azt gondolom, hogy ez a két legfontosabb célcsoport. Skandináviában van egy ilyen mesterséges intelligencia challenge nevezetű kihívás, ahhoz valami hasonlót terveznek? Pontosan, tehát itt egy finn minta volt, és a svédek is átvették. Svédről hallottam. Mi pontosan egy ehhez hasonló kihívást fogunk tenni. Mi tovább mentünk ott a vállaláson, ott a lakosság 1%-a volt, mi teszünk egy olyat, hogy 1 millió ember számára valamiféle alapvető elérést, alapvető benyomást adjunk a mesterséges intelligenciáról. Miért a kormányzat foglalkozik ezzel? Miért nem azok a cégek, akik alkalmazzák ezeket a bizonyos mesterséges intelligenciákat? A kormányzat szerepe ebben az, hogy összefogja azokat a szereplőket, akik Magyarországon mesterséges intelligenciával foglalkoznak. Létrehoztuk egy évvel ezelőtt a mesterséges intelligencia koalíciót. Itt hazai KKV-k, startupok, akadémiai szféra, egyetemek vesznek ebben részt, 200 tagja van, tehát egyszerűen óriási az érdeklődés. Minden szereplő, aki Magyarországon bármilyen módon érintett a mesterséges intelligenciában, ezeknek a tevékenységét fogjuk össze. Ők maguk dolgozzák, hogy melyek azok a fókuszterületek, ahol a fejlesztésnek összpontosulnia kell, és tulajdonképpen mi egy keretet adunk ahhoz a párbeszédhez, ami az iparág, a kormányzat és az akadémiai szektor között folyik. A veszélyekre föl fogják hívni a figyelmet, aki ezeken az alapozó kurzusokon? Természetesen, tehát alapvetően felelősséggel jár minden technológia használata. Ha rosszra használják, akkor nagy bajt lehet csinálni. Így van. Tehát azt gondolom, hogy tájékozottnak kell lenni, veszélyekről is tudni kell. Informatikai biztonság egy alapvető fontosságú ezen a területen is. Teljes körű tájékoztatásra törekszünk. Mikor kezdődik? Nagyon rövid választ. 2020 elején. Államtitkár úr, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy pillanatra kérem maradjon. Még köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a Magyarország jövőben holnap is a szokott időpontban jelentkezik. Tartsanak velük, viszontlátásra.